És muzsikálni szokott mostanában? Nem muzsikált a tanár úr. Már rég. Karácsonykor, szilveszterkor? Ha úgy még megyek, mikor fog magamnak valami bátyorra valót ide-oda. Bárító, ide-oda. És akkor kivel szokott menni? Hát, melyiket kapok. És melyiket szokta kapni? Melyiket kapok. Nem tanítottam, nem jár. Melyiket kapom, egy gyermeket viszek. Magam most megyek. Úgy nagy hova, mikor mentetek zenőn? Elseperte a hovot? Elsepertünk a lábunkon, vagy mentünk. Ahogy viszem a sepét, ott hovot. Csináljuk utat, mindenkinek hajkotok. Hát ott volt Suládon, azt tudta se helyet. Csináld a lábába, vagy ment. Csak úgy nevezik te. Elmentek Mikel falvára tisztelegetni. Na de, hogy kimenjünk az aszfalton, Mikel falvára. Bal felén van az a nagy ház, ahol vettetek észre építve, akkor építették. Én nem mutam, csak mondják. És felmentek a lépcsőre, fel kellett menni, már emeletes ház jutott. És felmentek, mivel az alsó nem volt kész. Azon a betonon, a plákon, hogy kim van. A vonár út ott, János. Na. Hazlaki. Felmentek oda bőgözni, hát felment a bőgő, ezek álltak az ajtóba. Annyit hátrált egész ideig a szép. Leitt a bőgőbe, de volt, van vagy két méter magasság, ha nincs több. Leitt a Suláda bőgőbe, a húr a csigátú bement az orrába. Nem tudta, húzza ki az húrt az orrába, vagy fogja meg a bőgőt. Egy út a hívás, hanem én hátra felé nem tudtam. Hazajöttek, megmondták, annyit kocogtam. Aztán én leesett. A bőgő persze összetört? Nem, nem? Így lábon, hogy leitt, megtartott egyenesen. És ő magát nem tört el? Nem, mert lábon leít. Hát két méterre leít. Szép. Történedik! Az ember még ízigyél egy poháról. Gondolkozott valami is, mint hogy menj hátrafelé, leesett, lecsúszott.